Hát, sziasztok a görög bajnokság második fordulójában az Asteras Volos mérkőzés. Bizonyos értelemben egy magyar meccs is volt, hiszen nagy örömünkre az Asterasban Középcsatárként a meccset végigjátszotta Ádám Martin, a Voloszban pedig a Kosta Márk nevű játékos volt a középcsatár, akit azért küldtek el annak idején az Úszszámból, mert ugye Ádám Martin megérkezett. Elég értetetlen volt ez a döntés, hiszen az Ázsiai Bajnokok Ligája meccseken két gólt is rúgott Kosta, és a két játékos együtt is tudott volna simán gond nélkül csatárként játszani, de valamiért úgy gondolt az Úszám vezetősége, hogy ők Ádámot választják. Hát az idő abban az értelemben igazolta őket, hogy azért két bajnokságot Ádámmal beúsztak, és Ádám nagyon szép gólokat rúgatta az Ulszán színeiben. Azonban most újra! Találkoztak, és ezt a mérkőzést akárhogy is nézzük, hiába csak 66 percig volt Kosta pályán, Kosta nyerte meg, Kosta ugye az Olszan után elment egy rövid időre Moszkvába focizni, utána Izraelben, az izraeli másodosztályban játszott, és ott nagyon gólerős volt, és most került el nyártól a Voloszhoz, ahhoz a Voloszhoz, amelynek a cserekapusa Kovács Dániel, aki most ugye nem lépett pályára. az Asterász egy erősebb csapat, egyébként még mindig jobban áll a bajnokságban, mint a Volosz, de ezen a mérkőzésen a Volosz nagyon tartotta magát. Egyébként a teljesen fel volt a pálya, a Volosz az inkább kontrázott, a 13. percben így kapott Costa egy fantasztikus kiugratást csapattársától, ami gyönyörűen végigvitt és berúgta a kapus mellett a rövid sarokba a labdát, ezzel egy 0 lett a, a, Volosznak, és akkor még senki nem gondolta, hogy ez lesz a vége. Ugye volt még egy nagy helyzet a Volosznak a második fél időben, ami, ami viszont ugye nem lett gól, ellenben hát az Aszteresznek számolatlan, volt egy hatalmas Fáljuk, például az első férjük közepén, meg aztán, ugye az 50, 55. percben volt ez a, ez a voloszgól volosz helyzet, de 77. percben, ezt ugye felírtam felírtam magamnak, ugye egy baloldali beadás, egy illet beadás jön, Ádám eh, pedig rárugja a mellette álló mellett álló csapattársára, nagyjából 5 méterre volt a kaputól, és a csapattársra a labda úgy pattan, hogy a volosz kapusa ki tudja védeni. És aztán a hosszabbításban e, megint egy előreívelt labda, Ádám pontosan odafejele a csapattársának, aki egyedül áll a 16-oson belül, ez pedig belerúgja a védőkbe, és aztán ott össze-vissza pattan a labda, és akkor ott valaki felszabadít a gólvonalnál, ebbe már Ádámnak nem volt köze. Ádám egyébként jó játszott, volt két kapura lövése, de az nem talált kaput, többször lepattant róla az ellenfelek, tehát igazából számomra nem kétséges, hogy, hogy továbbra is kezdő lesz az asztalazban, csak hát ugye azokat a helyzeteket, amiket kialakít másoknak, azokat a többieknek be kéne lőnie, illetve a kapu előtt még egy picit határozottabbnak kellene lennie szerintem, és akkor ezzel megoldás lesz. De ami lényeg, hogy, hogy sokan azt mondták, hogy Ádám Martin 15 percnél többet nem bír, hát ez tök nem igaz, a görög bajnokság egy közepes iramú bajnokság, merem állítani, hogy körből olyan, mint a magyar, az olimpiákoszt meg a panatinájkhoz is beszámítjuk, akkor, akkor meg sokkal jobb, akkor meg sokkal jobb. Hát az olimpiákhoz kapcsán nem kell más magyaráznom, mint azt, hogy kivert a Fradit, illetve megnyerte a Ligát, azt hiszem ez önmagában elég. Tehát ha ilyen AEK meccseket láttok, meg panatinájkhoz, meg olimpiákoszt, az sokkal jobb, mint a magyar bajnokság, de a többi csapat az körülbelül olyan, mint az átlag magyar bajnokság. Tehát ezeknél azért egy tempósabb, jobb meccset játszott Ádám Martin, és én nagyon remélem, hogy ez biztosítja azt, hogy hogy a Rossi keretébe bekerül, hiszen ugye Rosszinak az a feltétele, hogy nívós bajnokságban játszon, ez megvan, és az a másik feltétele, hogy, hogy kezdőjátékos legyen, lehetőleg játékban legyen, játsza végig a meccseket, amennyire tudja, és ez is megvan és ez is megvan, és még akár azon is lehetne gondolkodni, hogy a Kosta Márkot egy kicsit alaposabban megnézni, hát ha belőle is lehet valami. Hát, ha belőle is lehet valami. Na hát ennyit szerettem volna mondani. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, like ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt. Tehát a számlaszámom van, nyomj meg a szuperköszönet gombot, ez olyan, mint egy kávére meg. Hajrá Magyarország, hajrá Ádám Martin, a jó Isten áldjon meg mindenkit!